A tavalyi évben a Start munkaprogram keretében egy betonelemgyártó gépet vásárolt a Sárospataki Kommunális Szervezet. Akkor két sablon beszerzésére volt lehetőség. Idén szintén a Start munkaprogram keretében plusz 4 sablonnal bővült az előállítható elemek sora. Egy kiemelt útszegélykő sablon, egy kerti szegély sablon, egy folyóka elem, illetve egy mederfedlap sablon vásárlására volt lehetőségük. Az elemekre azért volt szükség, mert így kultúráltabb körülményeket tudnak kialakítani Sárospatak útjain. Nagyon nagy szükségünk van rá, ugye közútjaink mellett járdáknál akadálymentesítést, új járdáknak az építését kell végrehajtani. Ehhez nagyon nagy szüksége van a kiemelt íves útszegélykő sablonnak, ezekkel tudjuk megoldani a szegélyezést, illetve a kultúrált körülmények kialakítását. A betonelemgyártógépet napi szinten használják. Jelenleg az útszegélyköveket gyártják, hiszen az új főtér kialakítása után a hozzákapcsolódó járdákat is szeretné felújítani a város, amely munkát a saját kommunális szervezete végez majd el. Ez napi szinten dolgozik, ugye most már átszereltük a kiemelt útszegélykő sablon gyártását hajtjuk végre. Itt erre ugye azért nagyon nagy szükség van, ugye látjuk azt, hogy a művelődésházánál a főtér beruházásra elindult, lassan a végéhez kell közelednie, és a Comenius utcán szeretné a kommunális szervezet a járdát méltóképpen hozzáigazítani a művelődés háza, illetve a főiskola közötti főtérhez. Az idén vásárolt 4 sablon értéke 2.400.000 forint volt, amit szintén pályázati pénzből tudtak beszerezni.